A kijevi Magyar Nagykövetségről érkezett levél a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola igazgatójának, Sági Anikónak, melyben azzal a kérdéssel fordultak az iskola vezetőjéhez, tudnak-e segíteni a Nikopol régióban élő gyerekek táboroztatásában, ezzel kiszakítva őket a háborús övezet mindennapi borzalmaiból. Mivel a gyerekek többsége sportoló is, így az igazgató felkereste Kőházi Ádám városi sportkoordinátort, segítsen a szervezésben. Az ő szervező munkájuk eredménye volt, hogy egy hétig városunkban táborozhatott 13 ukrán diák két kísérőjükkel. Sportcsarnok Kft. Biztosította nekik a szállást, ami a kiinduló pontja az egésznek, ugye a vadászház, ott szállnak meg. Az iskolában van nekik étkezésük, és akkor onnan megyünk el mindig a programokra. Ma a Turinform iroda segítségével egy városnézést tartunk nekik, tehát megismerik ugye Ceglédet, és akkor holnaptól elindulnak a sportos programok. Szellőminél lesz ökölvívás, lesz kézilabda, lesz kosárlabda, tervezünk még judót vagy focit mellette, lesz az uszoda fogadja őket két alkalommal, szintén felajánlásból csütörtökön fölviszik őket Budapestre, és Budapestet is megnézik, a fővárost. Szintén felajánlásból tolmácsok is vannak, tehát mindegyik ilyen programon részt tudnak venni. A cserkészek is jelentkeztek, hogy ők is szeretnének velük egy közös programot, tehát az iskolában is lesz sportnap, kézműves foglalkozás a cserkészekkel közös program, úgyhogy végig meg lesz nekik minden lehetőség arra, hogy jól érezzék magukat itt nálunk. Mindez pedig már múlt idő, hiszen azóta a fiatalok már haza is tértek, de az itt töltött egy hetet több cég és vállalkozás is segítette. Volt a kiszállítással, vagy éppen étkezéssel, de számos sportos program is várt tehát rájuk. Például Szellő Imrénél egy jó kis izzasztó boxedzés. Indult! Yes! De a tekepályát is birtokba vették a fiatalok, itt kérdeztük egyiküket, Gyimát, arról, mi tetszett neki leginkább ebben a hétben. Azt tetszett, hogy ezen a héten tudtunk pihenni egy kicsit, amellett, hogy nagyon szép helyeket láthattunk, és kedves emberekkel találkozhattunk. Nekem személy szerint nagyon tetszett az uszoda, és ez a teke is, meg nagyon jó volt az emberekkel is találkozni. Gyimát és a többieket sem kérdeztük a háborúról, hiszen pont az lett volna fontos, hogy legalább erre az egy hétre kicsit kikapcsolódjanak. Egy picit legalább elfeledkezzenek arról, ami azóta már valóság, hiszen már vissza is tértek az oroszok által gyakran és keményen támadott Nikopolba.